hogy lett látható a láthatatlan madárfotós. A sikerhez szükség volt minden türelmünkre, minden tudásunkra és minden természetfilmes tapasztalatunkra. A tavasz tiszteletére az egész Kiskunság harsogó színekbe öltözött. A filmesek Soltvadkert felé veszik az irányt. Az itató kap még néhány vödör vizet, miközben a stáb többi tagja a méreg drága felszerelésbe próbál életet lehelni. Csabi, biztos vagy te ebben a monitor bikáztatásban? Jó, hát egy próbát megért. Bence azért építette ezt a lest, mert itt elképesztően jó a madárjárás. Madárfilmezés közben azt is le tudjuk filmezni, mint az acsa. Mindjárt rászáll az ujjamra, elkap egy legyet. Ehhez kell egy jó kis beülőfa és egy kis csali. Hídni. És ezekre a májakra, a darabokra fog jönni a légy. A légyre az acsa. Itt is van. Úgyhogy siessünk. A szita kötő teszi, amit kell. A stáb ugyancsak. Eddig terv szerint haladunk. Legkérem, amikor Csaba előhozza a zsigulikból a mikakábeleket, és akkor ráakasztja a 24 milliós felszerelés, és akkor mondja az operatőrnek, don't worry, ez jó lesz. Nyugi, én értek hozzá. No problem, volt már ilyet. Mi lesz, hogy ezt használni? Hát, amikor nem indul a zsiga, akkor kérjük áramot, stoppolunk. Tudjuk mi, hogy kell néhány leharcolt akkumulátorból és drótból 220-at csiholni. És hogy mire az a sok áram? Hát neki. A világ legolcsóbb és legnagyobb felbontású keresztény. Azt lehet mondani, hogy teljes felbontás. Full HD. Phantom. Az a kamera, akinek segítségével képesek leszünk mozgóképre átültetni a Máté Bence fotókról már ismert, varázslatos képi világot. Gyülekeznek a felhők, dörög az ég. Szerintem még elég fény van éppen, hogy menjünk mondjuk 400 frame-mel. Vagyis 400 képkockával másodpercenként. Ez körülbelül 16-szor több annál, mint amire hasonló fényviszonyok közt egy szokványos videókamera képes lenne. Az első cseppet hamarosan követi a többi. A forgatás nem áll le. Épp ellenkezőleg. A Phantom felpörög, akár csak a láthatatlan madárfotós. Bence hirtelen mozdulatokkal követi le a tovaröppenő madarakat, és ami valós sebességben csak egy rántás, az lelassítva kecses, finom mozdulattá válik. Pont erről álmodtunk.